Na hát sziasztok, sziasztok! Mindjárt itt az év vége, és ez egy tökéletes alkalom arra, hogy kicsit visszatekintsünk és megtervezzük a következő évet. Egy külön részt fogok szentelni majd a Year Compass nevezetű kis eszközről, ami segít irányított kérdésekkel végigvinni az év tervezésen és az év lezáráson. Már csak azért is, mert kiküldtem most hírlevélbe az elmúlt napokban, és nagyon népszerű volt az átkattintási arányokból, látom, hogy nagyon sok embert érdekelt a téma, úgyhogy azt még egy külön videóban el fogom mesélni, hogy miről szól, meg én hogy szoktam kitölteni. Viszont ami érdekes, hogy visszanéztem most a tavalyit, és azt terveztem benne, hogy legalább 100 videót készítsek el 2018-ban, és ez sikerült is, ennek nagyjából ilyen 60-70 volt belőle ilyen blog jellegű, 22-23 volt interjú, és volt még egyéb formátum, úgyhogy sikerült, és megnéztem érdekesség kedvéért itt a statisztikákat. Ugye volt körül 70 ezer megtekintés mind a YouTube-on, mind a Facebookon, a YouTube-on egy kicsit hosszabb, kicsit több mint 3 perces átlagos megtekintési idővel, amit én abszolút jónak gondolok. És tekintettel arra, hogy én nem ebből élek elsődlegesen, ez nekem csak egy eszköz arra, hogy a személyes márkámat építsem. Nyilván ez a 70 ezer megtekintés, ez nem sok, van olyan YouTuber, akinek ugye egy videóján van ennyi, de nekem mondom, mivel ez egy ilyen kiegészítő dolog, ezért én ezzel abszolút elégedett vagyok. Úgyhogy a tervem az, hogy mindenképpen ezt még erősebben akarom tolni a jövő évben. Viszont ezt a videót arra gondoltam, hogy annak szentelem, hogy 3 területre bontottam azt, hogy milyen terveim vannak a jövő évre vonatkozóan. Az üzletben, ja, illetve egyben ki is használom az alkalmat arra, hogy elmeséljem, hogy pontosan mivel foglalkozom, mert sokaknak még mindig nem teljesen tiszta, hogy hogy áll össze az én rendszerem, úgyhogy remélem, hogy ez a videó az fog segíteni abban, hogy is néz ki a mostani portfólió. Úgyhogy az egyik oldal az üzleti oldal, marketing, kommunikáció, hirdetéskezelés, kampánymenedzsment és tartalomkészítés, ez ügyfelek részére szolgáltatjuk. Egy picike csapattal dolgozom most, és a jövő évi terv az, hogy ezt a csapatot, illetve az ügyfélszámot drasztikusan meg akarom emelni. Ez azt jelenti, hogy keresek most 10-15 olyan ügyfelet, olyan szolgáltató céget, aki rájött már arra, hogy szeretne fejleszteni, szeretné kiszervezni ezt a tevékenységet, vagy nincs ideje, vagy nincs szaktudása hozzá, de nem szeretne még egy állandó kollégát erre fölvenni. Tehát nekem az ideális ügyfelem az, aki eljutott már arra az érettségi szintre, hogy tudja, hogy ez fontos, de nem szeretne ezzel foglalkozni. És jellemző a szolgáltatóipar, ahol leginkább jól tudok együttműködni a vállalkozásokkal. És ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban ugye az összes fotó, videó, szövegírás, weboldalkezelés, közösségi oldalak kezelése, ugye ezek a hosszú távú célok, ugye a márkaépítés, és a rövid távon pedig ugye az értékesítésnek a segítése, tehát közvetlen direkt kampányok, e-mail, DM kampányok, és egyéb bevételnövelő stratégiák, ugye ez az, amiben tudunk segíteni kisvállalatoknak, kisebb szervezeteknek, itthon, illetve akár külföldön is, tehát ebben nincsen területi elv. Ugye megvolt az idejében már az első londoni ügyfél, úgyhogy az is tervben van, hogy azon a környéken tovább terjeszkedjen a vállalkozás. És akkor kit is keresek a csapatban, ugye, mert hogyha érkezik azért 10-15 ügyfél, akkor az erőforrásokat is hozzá kell igazítani. Keresek külsős értékesítőket, tehát olyan partnereket, aki ismer sok embert, és aki jutalékért cserébe szívesen közvetít ügyfeleket, tehát ez az egyik oldal, ahol tudunk együttműködni. Keresek ügyfélmenedzsert, aki a napi operatív munkába be tud segíteni, az ügyfelekkel való kapcsolattartásba be tud segíteni. Keresek videóvágó kollégákat, mert nyilván rengeteg videós tartalmat készítek, és néha azért túlterhelt vagyok, tehát ebben mindenképpen keresek segítséget, illetve még szövegírás, illetve általános asszisztencia, ez az, amiben mindenképpen szeretnék majd bővülni, úgyhogy jelentkezzetek kérlek a hello@zoltandalvas.com e-mail címen, hogyha bármelyik terület akár ügyfélként ér, vagy ismersz valakit, akinek ez hasznos lehet, vagy pedig a csapatba szívesen csatlakoznál. Jó, tehát ez volt az egyik, ugye az üzleti kategória. A második nagy kategória a saját rendezvényeknek a szervezése. Itt ugye gyakorlatilag szeptember óta indult el az első ilyen üzlet és utazás est, és most már január 8-án ugye a harmadik ilyen rendezvény kerül megrendezésre a Lourdes moziban, és a terv az, hogy ez lesz az első belépő szint, ugye ez 2 havonta meg fogom rendezni ezt a mondjuk, hogy nagy rendezvényt, ez egy ilyen 100-120 fős rendezvény lesz. A következő szint azok a workshopok, ugye most már 2 workshop lement Tedd meg az első lépést néven, ahol abban segítettünk nektek, hogy vagy az ötlet megtalálásában, tehát hogyha még nem tudod, hogy mivel is szeretnél foglalkozni, akkor irányított kérdésekkel megpróbálunk segíteni abban, hogy tudod megtalálni azt, hogy mi is a valódi célod, álmod, hogy tudod megtalálni az ötletedet,
illetve hogyha megvan már az ötlet, akkor pedig segítünk abban, hogy hogy tudsz lépéseket tenni ebbe az irányba, és hogy tudsz adott esetben megjelentést csinálni abból, amit valójában szeretsz csinálni. És ezt a workshopot, ez most egyelőre egyfajta volt, ezt ki fogom bővíteni egy 3-4 lépésből álló workshop sorozatra, amiben benne lesz, ugye több tréner be fogok vonni, ebben benne lesz a blogírás, benne lesz a személyes márkaépítés, benne lesz a szóbeli írásbeli kommunikáció. Ugye azt gondolom, hogy egy ilyen 3-4-5 hónapos program során tényleg az ötlettől a megvalósításig el tudunk menni. És akkor a harmadik szint pedig, hogyha ehhez még fókuszáltabb figyelemre van szükséged, akkor pedig a mentorálást tudom javasolni, ahol pedig folyamatosan fogom a kezét a fiataloknak, most már 3 kollégával együtt dolgozok, és segítek abban nekik, hogy a céljaikat tényleg elérjék, az, hogy amit kitűznek, azt komolyabban is vegyék, illetve azt, hogy el tudják érni azokat a célokat, amit maguknak kitűztek. És a harmadik kategóriába pedig sorolom a saját kommunikációmat, a saját tartalomkészítést, ebbe is szeretnék még nagyobb gázt adni. Itt ugye gyakorlatilag most a vlog jellegű videók, a blog, tehát a weboldalnak a fejlesztése, és az interjúk, ugye nagyjából ez a 3 fő kategória van, és ebből abszolút az interjúkat szeretném nagyon-nagyon-nagyon megerősíteni, tehát a következő fél évben szeretnék legalább egy 40-50 interjút elkészíteni, ugye továbbra is Random Show néven, random az véletlenszerű helyen és időben, viszont egy közös benne, hogy sikeres emberekkel és érdekes, inspiráló történetekről beszélgetünk, és olyan történetekről, amiben mindannyian tudunk tanulni és együtt tudunk építkezni. És egy újdonság van ebben, hogy ez most már audio formában is elérhető, tehát ezeknek a videó interjúknak a hanganyaga az felkerül most már a főbb podcast csatornákra is, Spotify, Google, Apple Podcast, illetve a SoundCloud-ra, úgyhogy ha valaki tényleg akár futás közben, vagy kutyasétáltatás vezetés közben szeretné hallgatni az interjúkat és tanulni belőle, akkor most már erre is van lehetőség, nem muszáj a YouTube-on fogyasztani a nagy adatforgalmat. Úgyhogy nagyjából ennyi a terv 2019-re. Többen kérdezték, hogy milyen ilyen távoli terveim vannak ilyen 1-2-3-5 éves távon, és én mindig azt mondom, hogy igazából ezt folytatni, amit most elkezdtem csinálni, mert annyira élvezem és annyira kezd összeérni az egész, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni, és nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok és 70 000 megtekintést generáltatok a YouTube-on. Ez nekem egy nagyon nagy lépés, és ez még nagyobb erőt ad és bátorságot ad arra, hogy ezt folytassam és tovább nyomjam a gázt, és azt keresem, hogy milyen értékes tartalmat tudok nektek csinálni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, boldog és sikeres 2019-et kívánok, tervezzétek meg ti is az éveteket, és írjatok egy kommentet, hogy mi volt a kedvenc részetek mondjuk az idei évben, illetve hogyha van bármi kérdésetek, örömmel válaszolok. Sziasztok!